Sziasztok! Egy újabb érdekes funkcióját mutatom meg a játékos fejeknek, méghozzá az összekeverést, vagy összemixelést. Arról van szó, hogy két játékos fejből össze lehet rakni egy harmadikat. Egészen pontosan most Csabinho, ő a baloldali, és Nova, ő pedig a jobboldali skinnyit fogom most így összemixelni. Egy commandlock, és azt mondja, hogy give játékos. Igen, majdnem jól beírtam. Nem azt kell megadni, hogy school, hanem ez... hanem ezt mixed, tehát hogy, mert hogy egy mixről van szó. Egy darab, egyébként ugyanúgy a school owner tagbe kell megadni, nagy jóval, ugye? Mindegy, majd kiderül. Megadni, és ugye ide kell az ő nevük, az ő összemixelt nevük, ugye van egy Csabinho és egy Nova, az a Novinho. Igen. Oké. Komp. És meg is csinálta. Itt van az ő összemixelt változatuk. Olyat hogy kell csinálni, hogy 5 giant legyen egymáson? Hát így. Hogy néz ki a mega jeges medve, kakas, atom, csirke, oroszlán, ágyú, brutál oposszum, késhörcsök, hófehérke, szőrös kecske? Na, találkoznátok vele egy sötét sikátorban? Most azonnal folytatni fogod a kalind pálya darálót, felkiáltójel 4, felkiáltójel rajongói fenyegetés pipa, vagy nem? Sose fogjátok megunni. Egyébként szeretnék a figyelmet ajánlani egy könyvet a daráló helyett. Nem sérülsz, de hogyha el akarom vágni a kezem, akkor mi történik? Egy nagyon vékony burkolat megvéd a sebektől, vagy mi? Hát persze, próbáld csak ki. Sajnos a hülyeségtől nem véd meg. És ez a nap kérdése? Nem. Szeretnél egy dagadt padlás parmezános kenyeret? Hát persze, micsoda gasztronómiai különlegesség összefut a nyál a számban. Játszol a League of Legends-el? Ha igen, milyen eredményeid vannak? Nem. Várod már a csatorna második részét a kalandpálya darálóban? Hát persze, hetek óta csatornában alszom, hogy meglegyen a hangulat. Ez volt az a pálya, ahol... Hát igen, egy csatornában mászkáltam, és ott mindenféle próbák voltak. Meg mintha egy könyvtár is nyílt volna onnan. Csak azt nem tudom, minek mentem le a csatornába. Ha egy imádkozó sáska egy szamára verekedne, melyik nyerne? Attól függ, hogy európai vagy afrikai. Amikor az atomübertáv sétapálcát... Atomübertáv sétapálca. Megkapnád, mit csinálnál vele? Legyegőznék minden hülyét. Honnan nézted meg a command blokkos parancsokat? Én is szeretnék úgy ügyeskedni, mint te. Mindig meglep, hogy mennyire nem ismeritek a játék wiki oldalát, rengeteg információ van rajta, ismerjétek meg, természetesen angolul, a magyar változat az, hát az nem valami jó, eléggé hiányos, de angolul rengeteg minden van, tényleg mindig mindent megtalálok, hogyha valamit keresek. És ha szeretné úgy ügyeskedni, hát gyakorolj sokat. Ha kivennék a command blokkot a Minecraftból, milyen levelet küldeni a Microsoftnak? Kedves Microsoft! A repülőmalacomra bombát kötöttem és betanítottam, hogy repüljön a központodba. Ne kelljen kiengednem. Ha lenne a világon atomübertáp kutyagumi és belelépnék, akkor atomübertáp ember lennék? Jobbat mondok, már most minden kutyagumi atomübertáp. Szerezd meg hát mind. Melyiket hosszabb elkészíteni videóba? Kalandpályadaráló információs pult. Amint a példa mutatja, információs pult. Már hónapok óta nem volt új rész. Ezt a kérdést beraknád más betűtípusban? Nem. Nem akarsz beszerezni még egy állatot? Például engem. Hát ha szoba tiszta vagy és nem hullajtod a szőrödet, lehet róla szó. Ami annyit tesz, mit mond a róka? Ja, és ez lesz a nap kérdése? A róka azt mondja, amit az előbb leírtál, és ha, persze, nap kérdése. Csabusa, te vagy a legkitáljabb vidis. Egyébként nem tudod, hogy Minecraftban hogyan lehet azt csinálni, hogy rákikelsz egy szóra és történik valami. Dehogy nem, ha rákattintasz az exitre, kilép. Szia kedves Csabusa, te egy zseniális ember vagy, de nem tudom, hogy tanultál meg command blokkozni. A parancsokat hogyan tudtad megtanulni, meg hogy mi mire jó. Értelmés választ kérnék.
Hát erre hogy lehet értelmesen válaszolni? Hát természetesen foglalkoztam vele, próbálkoztam, olvastam a Wikipédiát, és az évek során, hogy ment. Ha lenne egy olyan kihívás, ahol egy robotot kéne csinálnod, úgy, hogy megegye a fülesedet, ami nincs, mert már megette, hogy csinálnád meg? Normális választ adj erre a kérdésre, kérlek. Attól függ, hogy európai vagy afrikai. Mit tennél, ha egy atomübertáp sétapálca? Atomübertáp sétapálca. Eltörne a kezedben. Hát semmit, az lehetetlen. Előbb törik el a kezed. Hogyan ismerted meg a Minecraftot? Hello, Csabusa vagyok. Úgy látszik, te ilyen hallgatag típus vagy. Látom, te is nagy kocka vagy. Mi van akkor, ha az orosz lányok ellened fordulnak? Hát akkor jöhetnek az orosz fiúk. Te beleegyeznél abba, hogy nem csak normálisan command blokkokkal csonálnál dolgokat, hanem még modokkal és pluginakkal? Hát az a helyzet, hogy nem látom értelmét. Tehát a szerkezeteim azok azért érdekesek, mert vanillában működnek. Hát ha most moddal akarnám megcsinálni, akkor nem kéne hozzá command blokkokkal szórakozni. Megírok egy modot, ami ezt tudja, és kész. A Dance in the Moonlight, azaz a halloweeni minigame-ben hogyan csináltad meg, hogy más legyen a CD zenéje? Resource Pack, a csodák csodája. Elég béltó vagy arra, hogy az atomübertáp sétapálcával atomübertáp sétapálca legyegőzd a krakhagyilát, miközben Kenny letölti a Minecraft.net-ről az 1.8-at és folyamatosan óriás szlájmokat idéz a Szivacs 93-on, aztán egy kulcsal megmenti a világot a gonosz Csabusától, akit a házapincéjében temettek el, amiközben a kekszeknek ajánlott állás YouTube-us fokrémmel mosott fogad, aztán egy liter water-t ivott. Elég bírtó vagy? Attól függ, hogy európai vagy afrikai. Mik az ötleteid a jövőben? Hát fogalmam sincs, hogy miket fogok kitalálni a jövőben. Szerinted egy új videós milyen videókat kezdjen először készíteni? Mutassa meg, hogy hogyan lehet csatornát törölni. De akkor hogyan osztja meg? Ezen még el kell gondolkodnom. Mikor fog megjebb lenni a Szivacs 100? Amúgy tud szerezni egy hiper-szuper atomübertáp sétapálcát? Beleteszek egy pénztárgépbe, pénztáros fenyegetés pipa. Na most van vége. 2153-ban fog megjelenni, csak éld meg. És nem tudok szerezni olyat, mert nem is létezik, te találtad ki. Engem is megtanítasz redestonezni, plüss. Meg a parancsokra, plüss. Attól függ, hogy európai vagy afrikai. A való életben is van állatod? Ha van, akkor milyen állat és hogy hívják? Nincs, és komiknak hívják. Van valami fóbiád vagy különösebb félelmed valamitől? Betegesen félek a zsebkendőktől. Ez csak akkor gáz, ha megfázok, de azért megoldom. Mit csinálnál, ha a Minecraft csak szív kinézetét engedne használni? Tadám! Szereted a krumplis tésztát? Amúgy ez a kérdés benne lesz a videóban. Igen és nem. Milyen betűtípust használsz az információs pult videókba? Times New Roman. Legyegőzhetetlen Chuck Norris, ha kinőne 10 karra és mindegyikben lenne egy atomübertáp sétapálca. Atomübertáp sétapálca. Chuck Norris már így is legyegőzhetetlen. Egyébként tudtátok, hogy mikor Bell feltalálta a telefont, már volt két nem fogadott hívás a Chuck Norris-tól? Csabusa, te hagyod, hogy megfenyegesselek? Fenyegetés pipa. Ez volt eddig a legminimálisabb fenyegetés. Az agancsnyelű álcámból kijövök, és a harci takarmány növényemmel legyilkollak. Random fenyegetés pipa. Jó tudsz, ez az ihletinátor. Ja, csak nem így hívják. Eredeti Minecraftod van? Igen, hát most mit mondjak? Nem raktad be a kérdésem, ezért nincs egy hétig csigaszerű játék izé. Nem baj, csinálok sajátot. Megyek és a habverőgéppel letekerem a papírt a gurigáról. Kérsz egy kis kekszet? Nem, inkább szilvás buktát, mert azt szeretem. Vagy giroszt? Mert azt még jobban szeretem. Van nyulad? Ha van, akkor hogyan neveznéd el? Ha lenne nyulam, Norbi Norbertnek nevezném el, mert te kérdezted meg, és tutira kasztrálnám. Kérsz egy atomübertáp immórendszert? Atomübertáp immórendszer. Kimondod, hogy...
Egoista kérdés, Pipa. Nem. Hogy hívják a disznót? A disznó neve mostantól BKC. Nem tudom, ki adta neked ezt a nevet, de kérd vissza a pénzed. Mi ösztönzött arra, hogy videóz? Ó, na hát, egy normális kérdés. Igen, elkezdtem lesztonozni, érdekes dolgokat fedeztem fel, és láttam, hogy ezt mások is megosztják, úgyhogy gondoltam, hogy megmutatom mindenkinek, hogy hé, ilyet is lehet. Aztán ez átalakult, most már csak a pénz miatt csinálom. Tudsz ilyen oroszlán ordítást? Bőf. Persze. Tessék. Szereted a baltákat? És az arcodba is? Favágó fenyegetés, Pipa? Igen, ma sem megyek kirándulni. Mi az outro zenéje? Komolyan! Tisztelt hallgatóim, most megosztom önökkel az outro zenéjét. Lucas Gonze, Frog in the Well. Vagy csak értését. Hogy bírsz ilyen brutál szerkezeteket összerakni? Én egy rohadt pistonajtót nem tudok összerakni. Plusz, ha most ilyen szerkezeteket csinálsz, pár év múlva milyenek lesznek? Mivel a játékban nincs rozsdásodás, pár év múlva is pontosan ugyanígy fognak kinézni. Egyébként teljesen a játéktól függ, hogy milyenek lesznek pár év, vagy milyen új dolgok jönnek be. Ha letöltöttem az 1.8-at, azt be tudom rakni Mester MC-re, ha behogyan. Megfogod a Mester MC-t, kinyitod, aztán megfogod az 1.8-at, belerakod a Mester MC-be, aztán becsukod a Mester MC-t. Ha nem szereted a sajtot, akkor egy sajtbombát dobok rád, sajtos fenyegetés, Pipa! Szeretem a sajtot. És a sajtkrémet is? Azt is. A kalandpálya darálót vagy a restonos videóidat szereted jobban? A restonos videóimat jobban szeretem, mert a saját alkotásomot beszélhetek róla bátran, a darálóba pedig meg kell válogatnom a szavaimat. Walking Dead-et szoktad nézni? Ha esetleg igen, ki a kedvenced? Ez a zombi a kedvencem. 5. évad második rész. Egyébként, hát oké, tudom, a lányok szeretik, de hát most mit mondjak, hát nekem is derül. Ő a legjobb túlélő szerintem. Tudtad, hogyha egy kecske eszik egy medve sajtot, akkor kap egy megkecs sajtot? Ó, már megint sajt, látom én, hogy nagy sajtozás lesz a jövőben. Az oké, hogy a varacskos disznódat úgy hívják, hogy Fegrauer csoport, de a Fegrauer csoporttól balra álló gyilkot a picspangok alatt hogy hívják? 444. Azt, ahogy kiszúrta, tényleg ott van egyik. Mostantól a neve Bence Tűzkő. Mikor nézed meg Dancsó Péter videómánia videóit, és mikor iratkozol fel rá? Láttam a videóit, de még nem adott engedélyt rá, hogy feliratkozzak. Mi a Fibonacci sorozat 10. száma? 55. Remélem nem a matekházihoz kellett, mert pár hónapot késett a válasz. Ha K.A. ellopna az atomübertáp sétapálcádat... Atomübertáp sétapálca. És megfenyegente, hogy kiveszi a Minecraftból a parancsblokkot, akkor mit csinálnál? Szólnék a központozásnak, hogy kapják el, zárják idézőjel közé, kérdőjelekkel kérdezzék, felkiáltójelekkel felkiáltsák, pontokkal pontozzák, veszőkkel veszőzzék? Lesz szoba bemutató videó? Természetesen már is megcsinálom, még mindig nincsen kamerám, úgyhogy csak hang lesz, de azért élvezétek. Itt van az asztalom, itt van rajta a monitor, alatta a számítógép, itt szoktam videózni, mögöttem itt van az ágyam, a kedvenc takaróm. Csabusa, kérsz perecet? Haha, Zovisi ellen viccelődünk, mi? Ha. De még mindig jobb a perec, vannak szerintem is sokkal gázabb jelek, például vödör. Most komolyan, vödör. Az öcsém vödör volt. Mutasd magadról egy képet, nem Minecraftosat, hanem hogy a való életbe kinézel, így hát ha meglellek is, csináltam neked giroszt. Tekintve, hogy 2 hónapja volt utoljára információs pult, hát szerintem már nem akarom megenni azt a giroszt, szóval nem mutatom meg az arcom. Melyik videódat tartod a legjobbnak? Most kinézek a mi régi videót, hogy sok megtekintés legyen rajta. Nem, egyébként nem tudnék egyet kiemelni, elég sokat legyártottam már, és inkább ilyen csoportokat tudnék, hogy jó videók, meg nem annyira jó videók, rossz videók nincsenek. A top listában benne vannak az interaktív videók, különösen az elátkozott fákja és a piramis titka. Ja, nézzétek meg.
Melyik étel a kedvenced a gyrosztálon kívül, és melyik ételt, ételeket nem szereted? Elég fura kérdés, a kedvencen kívül kedvenc. Egyébként, amit még nagyon szeretek, az a kétszemélyes tál. Tudom, ennek nincs konkrét receptje, mindenhol máshogy csinálják, de eddig akárhány helyet a helyen ettem, finom volt, szóval az még egy kedvenc. Amit nem kifejezetten nem szeretek, az nincsen sok, nem vagyok válogatós. Az egyik a tök főzelék, a másik pedig azok a tengeri gyümölcsök. Jó, persze a bogarakat sem, de... Valahogy itt nem nagyon szoktak bogarakat árulni, ilyen tengeri gyümölcsös dolgokat meg igen. Nem értem, miért gyümölcs, nem is növény, hanem állatok. Ha idegenként találkozhatnám magaddal, szerinted szimpatikus lennél magadnak? Nem tudom, de a barátnőm biztos örülne neki. Udvarias vagy másokkal? Hát persze, te elcseszett idióta, hát nem látod? Mikor lesz kész a stervered? Hamarosan, már folyamatban van, de még nem döntöttem el, hogy kreatív legyen, vagy túlélő, vagy kaland. Mennyi idő volt elkészíteni a Szivacs 4-et? Ha jól emlékszem, 2-3 hét, de nem szoktam megjegyezni az ilyesmit. Azt ne is kérdezzétek, hogy körülbelül hány órát foglalkoztam vele. Nyissátok meg a világot, és nézzétek meg a statisztikában. Mondjuk abban nincs benne az MCD-es szerkezgetés, abból is volt hát egy pár óra. Ugye a sok folyosót másolni. Honnan lehet letölteni az ikletonátort? Már 2 hónap eltelt, remélem mennyi időt megtaláltad, mert ha beírod a keresőbe, már ha helyesen írod, akkor kiadja. Egy bemutató videót csináltam, annak a leírásában van a link. Hogy ezt minek raktam be? Lesz majd más háttér az információs pultban? Nem. Komoly kérdés következik, hajjaj, hogy fogadnád, hogyha valaki a szivacs logikáját, szóval a szivatásokat nagyrészt beleépíteni a saját pályájába? Persze nem az egy az egybe, csak a hangulatát. Úgy tudom, vannak más kalandpályák is, amik szivatások köré épülnek, nem tudok konkrétat mondani. Egyébként a szivacs hangulatához nem csak ez tartozik hozzá, hanem az is, hogy például a karakterek azok nem a szokványos kitalált szereplők vagy karakterek, vagy entitások, hanem például gombok, szóval ilyen agyament dolgok. És az is, hogy hát vannak benne fordulatok, sokszor szokott kalandpályán lenni fordulatok, de itt egészen más szinten, itt a pályának a szerkezetének a szintjén vannak változások, hogy is mondjam. Erre mondtam azt, hogy olyan, mintha a pálya is főszereplő lenne. Na meg ugye az is ott van, hogy a játékos nem egy kitalált karakternek a bőrébe bújik, hanem a szivacsnak a története az, hogy vagy te a játékos és játszol egy kalandpályán. Ha nem lesz benne ez a kérdés a videóban, ráduszítom az 5-fejű, 8-agyú, kékfogú kecskémet. 5-fejű, 8-agyú, kékfogú kecske, uszítós, fenyegetés, pipa. Hú, hát egyrészt megnyugodtam, mert beraktam a kérdést, másrészt az igen, rendesen rákattantatok erre a fenyegetéses dolgokra. A TF2-n és a Minecrafton kívül melyik játékokat kedveled még? Fú, sok játékot szeretek, csak ez az a kettő, amit már húzamosabb ideje rendszeresen játszok. Egyébként a portálokat is nagyon szeretem, Half-Life-okat, Borderlands-okat, Dungeon Defenders, Dead Island, Left 4 Dead, The Mighty Quest for Epic Loot, Scrolls, Hearthstone, Shootmania, azt nagyon szeretném megszerezni, még a ingyenes bétában játszottam, nagyon tetszett. Egyébként a Steam könyvtáram nagy részét, tehát ami tetszett, azt ugye megszereztem. Vannak közte pár ilyen, amit ingyen megkaptam, ilyen kulcsosztáson megszereztem, azokat nem annyira... De egyébként a nagy részét a könyvtáromnak azokat azt mind szeretem, mivel hát azért szereztem be. Nekem is perec volt. Ó, akkor mi ovis jelikrek vagyunk. Milyen állatod van? Mennyi az idő? 10 óra 58. 59. Honnan van ennyi játék a Steamon? Szoktam figyelni ezeket az ingyenes kulcsosztásokat. Azért nem olyan jókat szoktak osztani, de néha előfordul egész élvezhető. A játékok, amiket megvettem, azokat pedig ilyen nagy részén 3 euró környékén. Tehát mindig megvárom, hogy akciós legyen. Most például a Shootmaniára várok. Melyik a kedvenc játékod? Melyik játékkal töltötted el a legtöbb időt? Úgy, hogy élvezted is.
Nem fogjátok elhinni, Minecraft. Egyébként mi az, hogy úgy, hogy élvezted is, de miért játszanék valamivel, ha nem élvezem? Mondjuk, amit Minecraftban csinálok, azt nem feltétlenül hívnám játéknak, inkább szerkesztésnek, vagy már-már programozásnak. De ami tényleg olyan kikapcsolódás volt, tehát nem gondolkodós, mint a Minecraftban, az a Team Fortress 2, az fú, rengeteg óra van benne. Mit gondolsz arról, hogy 15 éves vagyok és iszok? Nagyon szép feladat, hogy már most tönkreteszed az agyat, hogy legyen helye az okos embereknek a világban. Gratulálok. Ha nem mondod ki, hogy akkor megeszem az egered. Orosz egeres fenyegetés pipa. Hát ezen nem újjék. Csabusa, hogy lehetsz ilyen alajos? Mi? Nem tudom, hogy most aranyos vagy olajos. Nem tudom, bármelyikre is gondoltál, ez egy szenszer képesség. Hogy hívják a barátnődet? Most rólam fogod elnevezni? Szia, Eszti! Az van, hogy valaki megkérdezte a neved, szóval mostantól Jajónak kell téged hívnom. Mi?